Június 15-ére megtörtént a belső, legszükségesebb felújítás is. Vakolni kellett, megpótolni a vakolatot, a festési munkálatokat el kellett végezni. Azóta folyamatosan látogatható a szélmalom. Hál' Istennek június 15-től megtörtént a belső, legszükségesebb felújítás is. Tehát innentől kezdve vakolni kellett, ugye, megpótolni a vakolatot, meg a festési munkálatokat elvégezni. Tehát június 15-től folyamatosan látogatható a szélmalom, ami azt jelenti, hogy vasárnap és hétfő kivételével 10-től 16 óráig mindig itt található a kolléganő, aki beengedi a látogatókat, ahogy ezt ugye a Facebookon is, meg a honlapunkon is közöltük. Tehát ez azt jelenti, hogy a nyári időszakban, tehát idén jelleggel nyitva tartunk a szélmalomban, hiszen nem tudjuk megoldani a késő szit, illetve a téli nyitvatartást, mert hogy nincs fűtés az épületben. Tehát a gyári időszakban szeptember 30-áig így leszünk látogathatók, és utána, szeptember 30-a után pedig előre bejelentett csoportokat fogadunk. Ez azt jelenti, hogy a csoportoknak legalább 10 főből kell állnia. Ez akkor változhat csak, ez a helyzet, hogyha esetleg a járvány odáig jut, mert ugye halljuk mostanában, hogy erősödik Magyarországon is a Covid-járvány, csak az változtathatja meg ezt az elképzelésünket. És akkor terveink szerint májusig zárva vagyunk, illetve feltételesen látogatható, és a májusban szeretnénk újra nyitni. Az épületen a vitorla még nincs rajta. Hát tulajdonképpen jó hír annyi van, hogy tervezzük és szervezzük, hogy legyen vitorla, csak többféle akadály is felmerült. Ugye a legnagyobb, legfontosabb az volt először is, hogy legyen normális tető, ne ázzon be a szélmalom, illetve rekesszük ki a galambokat, mert hogy szerettek bejárni a galambok, ez megtörtént. És ugye a galamb piszkok azok nem segítenek a szélmalom gállagának megóvására. Tehát tulajdonképpen ezért ez megtörtént, a vízelvezetés alul megtörtént, tehát nem vizesedik a fal, legalábbis most úgy tudjuk, majd meglátjuk, de hát most ugye asszály van, tehát most még egy kicsit fals információink is lehetségesek. Az, hogy a vitorlával mi lesz és mikor lesz, hát ugye tervezzük, először is pénzt kell rá, tehát meg kell keresnünk az forrásokat, hogy honnan tudjuk előteremteni, mert hogy a vitorla nem olyan egyszerű dolog, hiszen azért is tört el, mert hogy több gerendából volt összeróva, összeerősítve, és annak idején ezek a szélmalmok, az ilyen holland típusú szélmalmok úgy épültek, hogy a vitorlájuk, a vitorla tartó gerenda, az vörösfenyőből volt. És egy darabból. Na most ugye az Alföld nem éppen egy vörösfenyős, illetve egy fenyős vidék, tehát ezt vidékről hozták akkor is, régen is, ugye régen a Kárpátokból jöttek ugye a Tiszán keresztül tutajosok, és ugye Tiszafület Poroszlónál volt egy ilyen lerakóhely, most pedig már ugye vagy vonaton, vagy szárazföldön egyéb módon szállítják ezeket a gerendákat. Viszont az a nagy probléma, hogy mivel ez a Kárpátokból kell, hogy jöjjön, hát a Kárpátokból jelen pillanatban Ukrajnából tudnánk, vagy tudnak beszerezni, akik csinálják a vitorlát. Jelen pillanatban meg ugye tudjuk, milyen a nemzetközi helyzet, tehát az, hogy mikor tudunk onnan, vagy mikor tudnak onnan vörösfenyőt szerezni, az a jövő zenéje, ez már nem rajtunk múlik. Úgyhogy ezért türelmet kérünk, meglátjuk, hogy mikorra lehetséges. Fogalmazott a múzeum igazgató, aki elmondta, így is érdemes megnézni a szélmalmot belülről. Fel lehet menni a legfelső szintre, meg lehet nézni, hogy forog a tető, mert attól, hogy nincs rajta vitorla, ezt meg tudják mutatni.